harci járművek, gondolkodást igénylő feladványok, ezek vártak mindazokra, akik kilátogattak a Dombovári Életfa Nagycsaládos Egyesület rendezvényére a Nyerges erdőbe. Az én ötletem volt, illetve a mi ötletünk, hogy a gyerekek egy kicsit közelebbről ismerjék meg a honvédséget, és ne féljenek az egyenruhától, hanem tudják, hogy mi az, és bátran menjenek egy egyenruhás emberhez. Katonai jármű bemutató lesz, ügyességi pálya földön és a fákon, három állomásos ilyen kvíz kérdések lesznek, és a sásdíjászok segítségével fenn a Mária forrásnál egy bemutató lesz, és mindenféle íjat és lőfegyvert ott ki lehet próbálni. A rendezvény hármas céllal valósult meg, méghozzá megemlékezés, tiszteletadás és csapatépítés lebegett a szervezők szeme előtt. Számos feladat várt a családokra a tó környékén elhelyezett állomásokon, amely feladványok között az 1848-49-es forradalom és szabadságharc is helyet kapott. Rangjelzéseket kell sorba rakni, vagy fát felismerni. Akkor van egy piros-fehér-zöld kokárdából összeállított puzzle, ami nagyon nehéz, kivágni is nehéz volt, nem hogy összerakni nehéz lesz, és a Vásárosdombai Általános Iskolától kaptunk segítséget, az ő hetedik osztályosuk az egyik pályán, vagyis az egyik állomás, ott pedig ilyen hungarikumok vannak felsorolva, és onnan ki kell választani a kakukk tojásokat. Alapító okiratunkban a magyarság erősítése és ennek a kihangsúlyozása be van írva, és ezt mi szeretnénk minden évben egy kicsit hangsúlyosabban honvédség, rendőrség, mindennel hát közelebb hozni a gyerekekhez, főleg a gyerekekhez. Gyerekek csinálták a feladatlapokat szülőkkel, szóval ez egy ilyen nagy közös munka volt az Egyesület részéről. Az érkező családokat a harci járművek sora után egy játszótér fogadta, melynek a hivatalos átadására is ekkor került sor, tudtuk meg a település rész képviselőitől. Külön öröm számunkra, hogy itt, kint a szabadban egy ilyen játszóteret felújított egy vállalkozás, és tulajdonképpen a gyerekeknek egy jó játszóhely, egy jó program, és nem otthon nyomkodják a telefont meg az egyéb kütyüket, hanem kijönnek a szabadba ilyen jó, friss levegőre, mint ahogy most itt is van a napsütés, meg minden egyéb jó. Tehát egy nagyon jó kezdeményezés, de nem egyedi, hál' Istennek. Érezzük a dombovári vállalkozók támogatását is. Ez már nagyon régóta közkedvelt hely, nem csak a túrázóknak. Itt volt egy jó kis büfé, itt nagy bulik voltak, horgászok birtokba vették és folyamatosan horgásznak, és épp ezért gondoltuk a polgármester úrral, hogy itt egy kis fejlesztés fog nem is kicsit tervezni, évek alatt, nem rögtön most, de az a tervünk, hogy itt egy ilyen tulajdonképpen egy kis turisztikai központ legyen a Gólyavár és ez a rész. Ide nagyon sokan kijárnak kerékpározni, nem csak dolgozni járnak az emberek a Szőlőhegyre, hanem szórakozni is, és ez leginkább az az elképzelésünk, hogy egy jó kis kiránduló szórakozó hely legyen. Az önkormányzat eme elképzeléséhez jó kezdő lépés a helyi vállalkozás felajánlása, a játszótér, melyet örömmel vettek birtokba a gyerekek. Az önzetlen adni akarás ösztönözte a családot, akiknek köszönhetően már nem lesz unatkozó gyermek a kirándulások alkalmával. Nekünk is van itt Szőlőhegyen egy kis telkünk, és nagyon sokszor hallottuk a szülőktől, hogy a gyerekek futkároznak ide-oda a tó körül, de hamar megunják azért ők ezt a sétát, és hiányzott. Régen ugye volt itt játszótér, de nagyon hiányzott itt egy. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy felajánljuk ezt a játszóteret, és már azóta még az átadás meg sem történt, de már nagyon sokan játszottak rajta. Alapvetően így a tényleg alapszükségletek, ami a gyerekek fejlődését elősegíti, a hinta, a kisgyerekeknek az egyik legfontosabb, illetve hogy a nagyobbak is kicsit tudjanak játszani, ez egy elődvár keretében valósult meg, és a rúgós játékot azt nem mi ajánlottuk föl, viszont áttelepítettük az óvodából, és jött a mérleg hinta, ami szerintem mindenkinek kedvence, hiszen a szülők is tudnak egy kicsit besegíteni a játékban. Az egész napos program jó alkalmat adott a gyermekeknek arra, hogy mélyebben belelássanak a honvédség a jelenkor hőseinek mindennapos feladataiba, akik védik határainkat, biztonságot teremtenek a hétköznapi életünkben. A családok örömmel vágtak neki a tó körüli állomásoknak is, hogy az Életfa Nagycsaládos Egyesület által összeállított feladatokat megoldják. Öcsi nagyon szereti a katonákat, ezért jöttünk el. A fiúkat egytől egyig a katonai járművek izgatták, de ennek ellenére a többi program is hozzátett ahhoz, hogy jól érezzék magukat a nap folyamán. Azért jöttünk ide, hogy megnézzük a katonákat.
valamelyik katonajárművbe beültem, és már néztem a katonákat. A Dombovári Életfa Nagycsaládos Egyesület honismereti rendezvényén több mint 500 fő vett részt, akik katonai tudással felvértezve térhettek haza.